Alexandra Pódium most következik. A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Nincs olyan nő, akit elcsábítani lehetetlen, csak olyan férfi, aki tehetetlen. Egy minőségi nő elcsábításához minőségi mutatványok kellenek. Egyébként pedig minden nő egyforma. Még mielőtt azt gondolnák, hogy mindezt én találtam ki, tehát elment a józan eszem, gyorsan elárulom, hogy eme bölcsességeket az SOS Szerelem című könyvből idéztem. Azonos címen mozifilmet is láthattak, most pedig elérhető könyvformájában a teljes forgatókönyv, a kimaradt jelenetekkel, a film előkészületeinek lépéseivel, közel 70 fotóval és színészinterjúkkal. Ma este az Alexandra Pódiumon Csáki Judit vendégei, az SOS Szerelem című film alkotói, Szurmai János, a könyv és a forgatókönyv írója, Varga Boglárka és Csányi Sándor. A film egyik sztárja Varga Bogi, filmbeli édesapját játsza Csányi Sándor, és a film írója Szurmai János, akik... mármint a felnőttek, ezúttal mindenki helyett beszélni fognak a többi alkotó helyett, de először a Bogit szeretném megkérdezni, hogy tudom, hogy sok gyerekből választottak ki, mit kellett csinálni, és mennyi ideig gyötörtek? Hát, most így konkrétan nem tudom megmondani, mert nem számoltuk az időt. Többféleképpen mondták, hogy hány gyerek közül, ezt se tudom, hogy... Ez nem is baj, de mit kellett csinálni? Behívtak, hogy gyere be anyukáddal, és nyisd ki az ajtót, vagy beszélgess a Csányi Sándorral, vagy mit kellett csinálni? Hát először csinálni? Olvasni kellett, meg ilyesmi. Hogy hangsúlyozzam ki, meg ilyesmi. És akkor mit mondtak neked, hogy ki az, akit esetleg játszanod kell? Hát azt mondták, hogy a gyerek főszereplőt, ha megkapom, akkor azt játszom. Szeretted volna? Nagyon. Ez volt az első ilyen próbálkozásod, vagy játszottál már filmen? Hát ez volt az első, és még soha nem játszottam filmbe. És nagyon szeretnél megint? Igen. Jó, még majd meg fogom tőled kérdezni, hogy a forgatásnak melyik része volt az, ami a legjobb volt, és melyik volt az, ami kifejezetten elviselhetetlen volt. De most akkor valamit kérdezek a férfiaktól is, jó? Mert jó. Különben elunják magukat. A férfi főszerepből több is van ebben a filmben. Mikortól volt számodra evidens, hogy melyiket játszott te, és sosem gondoltál-e arra, hogy esetleg a másikat is játszanád? Engem már úgy hívtak, hogy én ezt a szerepet ajánlották, tehát hogy az nem volt kérdés, nekem nem volt casting, és tehát az első perctől kezdve az tiszta volt, hogy én vagyok a Péter nevű karakter, és az Iván pedig a Tomi nevű karakter, mert kevésbé, tehát a saját neveimet se tudom. Én az igazság, hogy az Iván, amikor elkezdődtek a próbafelvételek, akkor tényleg nem szeretném így a hátam mögött dicsérni, de annyira jó volt, hogy nekem nem jutott eszembe, hogy azt kéne játszom, vagy én nekem nem volt kedvem se, hogy az elég értelmű volt, hogy az ő szerepe. Másrészt még mégiscsak ez a főszerep, sokkal jobban fizetnek, sokkal több helyzet van, tehát hogy ezt a mágában nem volt a kisebbet játszani. Tehát hogyha lehet ilyen őszintén. Abszolút lehet. A forgatókönyv, amit elolvastál akkor, amikor várjál, mielőtt vagy miután elvállaltad a szerepet? Mielőtt. Mielőtt. Tulajdonképpen nem a könyv az érdekes, hanem a Jani az érdekes. Ebbe lementünk egy kastélyba terepszemlézni, ami végül nem az lett, tehát nem a film helyszíne. De megnéztük azt a kastélyt, hogy esetleg az alkalmas lenne-e a filmre. És a producerek voltak lenni, Sas Tamás, Miklaudics Marci az operatőr, Jani meg én, az alkotók közül, és odaadta Jani a forgatókönyvet, és azt mondta, erre emlékszem, hogy figyelj, itt van a könyv, ez még nem jó, ez akkor lesz jó, hogyha ti szeretitek. És ez nekem nagyon szimpatikus volt, mert ez tulajdonképpen azért általában vannak egészen zseniális és szuperszonikus forgatókönyvek, gyakorlatilag mindent tönkre lehet tenni. Nem is olyan túl sok hozzáemértéssel. És gyakorlatilag egészen egyszerű, vagy teljesen hétköznapi történetekből lehet valami egészen nagyon jót csinálni, hogyha azok, akik csinálják, azok nagyon szeretik. Sokat beszélgettünk erről, hogy mitől lesz valamiből jó film, és mitől nem.
Szabó István mondott egy jót, én annál jobbat nem tudok, hogy az embernek az a dolga, hogy felkészüljön, és a lehető leglelkiismeretesebben megcsinálja a munkáját, és megpróbálja mindent kihozni magából, ami benne van. Aztán majd egy Úristen eldönti, hogy szereti-e vagy nem. Tehát, hogy nincs egyáltalán befolyásunk. Nyilván a befektetett energia az látszik, azon kívül semmi más. Tehát abban én nem hiszek másban, abban hiszek, hogy az ember sokat dolgozik valamivel, akkor az látszik. Aztán az, hogy vagy jó lesz, vagy nem, azt nem tudom, de hogyha valamiben nem fektet az ember energiát, akkor biztos, hogy nem lesz jó. Igen. És amikor mondjuk az aznapi forgatás lement, akkor a Jánossal együtt gyorsan leültetek a másnapi jeleneteket. Mert akkor te esetleg... egy sört, azt, tehát hogy ezt hozzá kell tenni. Igen, tehát, először a sör, szauna is előbb, vagy... Az kikinek a kellettel. Az opcionális, szerint. Igen. És akkor a másnapi jeleneteket, és akkor esetleg figyelj, itt nem ezt szeretném mondani, nem úgy szeretném. Eléggé logikai kérdés is, még egy komédia is, hogyha ezen napon változtattunk egy jelenetbe, akkor annak következményei vannak, ami tovább hullámzik. Most szerencse van akkor, hogyha ezt időben úgy veszük fel, hogy a kronológiai és a későbbi időpontban veszük fel a későbbi jelenetet, tehát szinte automatikusan következtek azok a változtatások, amit meg kell tenni, illetve Sanyának és Ivánnak is a karaktere folyamatosan gazdagodott, tehát megállás nélkül dolgoztak rajta a film előtt is és a film közben is, úgyhogy hogy mint egy világ, ami egyre pompásabban kibomlik. És te pedig követted le azzal, hogy megírod, vagy mentél elé azzal, hogy még ezt azt beleírtál? Minden, tehát minden játszott. Volt a rendezőnknek rengeteg ötlete, volt a kreatív producerünknek rengeteg ötlete, színészeknek megállás nélkül hozták a történeteket, nekem is folyamatosan jöttek a változtatási kérelmek, és nem egyszer történt, hogy jelenet közben rögtönöztek, amit nem is kötöttek senkinek az orrál erről. Ilyen például ez a Jack is majom című poén, ez a Jack is majom, zakós majom, és azokat a jeleneteket kellett megtartani, aminek következtében aztán ez megint tovább hullámzik a filmen, és folytatni kellett ezeket a történeteket. Úgyhogy azt hiszem, ez a film úgy készült, hogy egy vígjátéknak készülnie kell, rengeteg közös gondolattal. Amerikában az úgy működik, hogy amikor már akkor kész egy forgatókönyv, akkor beírnak 10-12 gagment. Ezeknek viszonylag komolyabb összeget adnak ilyen 10.000 dolláros nagyságrendben, végigolvassák a forgatókönyvet. Direkt nem mondtam. És még kitöltheted a számlát. Igen, de még némi számlát kiletődik. Másfél-két órát bent ülnek, másfél-két óráig mondják, hogy mit gondolnak ezzel a filmmel kapcsolatban, azt, hogy a rendező meg az asszisztens jegyzetei, a végén megköszönik nekik a részvételt. Ott volt 10 ember, ha mindenki 3 új viccet mondott, vagy kedves történetet, akkor 30 elemmel gazdagodik. Az a film az nagyon sok, ha egy filmben 30 új elem van, hogyha egy jó filmben 10 is sok. Tehát ez egy picit hasonló folyamat volt, hogy mindenki beleszállt. Mondd, mit mondtak neked erről a kislányról? Kivel beszélgettél erről a kislányról, hogy ez milyen kislány? Hát nekem ilyesmit nem mondtak, hogy ez milyen kislány. Ez úgy jött belőled, hogy ez a kislány ilyen? Mert hogy te ilyen vagy, mint amilyen ez a kislány? Megnősítenéd apukádat? Igen. Na, szerintem az azért volt, mert volt tényleg viszonylag sok gyerek volt a próbafelvételen. És szerintem az első pillanattól tényleg teljesen biztos volt, hogy a Bogi a legjobb, tehát hogy olyan annyira... És van. Akkor nektek ugye egy kicsit össze kellett mégis szokni, nem? Igen, és akkor mi kitáltunk mindenféle játékokat, én így nagy okosan kitáltam, hogy ezt csinálják meg azt csinálják, és semmi nem lett benne persze a filmből, de legalább úgy eltöltöttünk egy-két órát, hogy hát, miket találtunk, hogy veszlek fel a hátamra. Igen. Ilyeneket. Azok nem lettek benne, de ez megint csak az, hogy az együtt eltöltött idő, vagy a munkával eltöltött idő, az úgy valahogy. Ti ketten voltatok együtt a legtöbbet, mégis te vagy az apja. A forgatáson. Igen. Hát sokat voltunk. Annyira egész tudik, amit még ki se tudtok, hogy kint van Amerikában a forgatókönyv bizonyos helyeken, és ott a legfrissebb, amit kiemeltek, az pont az apa-lány viszony, hogy a filmben nekik szinte ezt tetszik a legjobban, ahogy azt ki felépítettétek, úgyhogy gratulál hozzá. Jó volt ott a kastélyban? Szuper szónikus. És mi volt a legjobb? Hát nem tudom eldönteni, minden annyi. A forgatás, vagy amikor éppen nem volt forgatás? Hát a forgatás. Az jobb volt, mint amikor lehetett ott szabadon játszani? Annál is jobb volt a forgatás? És mennyit forgattatok egy nap? Nem tudom. Hát 12 órás egy nap, de nyilván el van osztva, hogy a Boginak. Neked az nem volt 12 órás nap? Hát tehát nem. Tehát fél napok? Kb. Fél nap. Mikor lett meg a film címe? Nagyjából amikor a kisfiúból kislány lett, akkor jöttek ezek a változtatások. Ádám azzal a statisztikával lépett elő, hogy azért lesz SOS-szerelem a film címe, mert 13,5%-kal többen nézik meg azokat a filmeket, aminek a szerelem szó a címében van, és ezzel erről kérdés, úgyhogy
maradtak. És akkor abban a pillanatban úgy döntöttetek, hogy azok a nézők viszont, akik ettől nem mennek be a moziba, hogy benne van a címében a szerelem, azok most ráfaradnak. Azok benne vannak a 20-13-es. Én arra is gondoltam, hogy hát, hogyha megijedtetek attól, hogy ugye ezt a vállalkozást eredetileg Cyranónak hívták, Cyrano és társa, ezt a társkereső irodát, és akkor te bizonyos értelemben Cyranót játszhattad volna magát, és a társa az valaki más, de hogy ez nem olyan hozzó cím, ez esetleg. Nem, szerintem nem ijedtünk meg, olyannyira nem, hogy a Laura című film sok Vakszerelem néven futott, és ők változtattak inkább amiatt, hogy ne jön egymás után két ilyen film, aminek szerelem van a címében. Egyből a Szabadság szerelem után. Így van. És igen. A Cyranót fölvállaljuk, bárhol, ha beszélünk róla, akkor azt hangzik, hogy ez egy nagyvárosi Cyranó történet. Tehát nincs ezzel semmi baj. Lehet, hogy többet, lehet, hogy kevesebbet mond manapság már az embereknek, vagy a közönség. Ettől aggódunk. Egy picit igen, ha jobban belegondolunk, akkor azért Ádámnak valami igaza lehet ebben a változtatásban. A film szemlén láttad aztán teljesen készen te is, ugye? Nem, én láttam sokszor. Mert hogy kíváncsi voltál az egyes stációkra, hogy változik? Én szeretek így beledumálni mindenbe, amihez nekem, nem dolgom egyáltalán. Volt olyan, amit azért ismételtetek meg, esetleg jelenetet azért vettetek újra, mert neked nem tetszett? Olyan nincs, hogy nem tetszett. Olyan volt, hogy újra vettük, mert mondtam, hogy már eszembe jutott valami, ami szerintem jobb lesz. Akkor az, hogy én nekem nem tetszik, az nem szempont. Meg nem is tudom eldönteni. Ezt tapasztalatot biztosan tudom, hogy amit a színész magáról lát, az nagyon messze van a realistól. Tehát az nem azt látom, amit a nézők. Tehát igen, de a saját teljesítményedet csak meg tudod ítélni. Nem, a film alapján nem. Nem, mert nekem más van a fejemben. Magadat, tehát hogyha az ember saját hangját meghallja, ez egy nagyon egyszerű példa, amikor lehallgatja a saját rögzítőt és meghallgatja a hangját, szóval a világból ki lehet kergetni bárkit a saját hangjával. De ennek csak a felének van tényleg ilyen borzasztó hangja. A másik fele az, ez vicc volt, de most nem jövök ki jól ki belőle. Szóval, hogy nem, azért ez nem olyan volt, tehát hogy nem olyan borzasztó az embernek a hangja, hallgatják és nincs olyan. Amikor saját magadat hallod, akkor megijed tőle az ember, mert ő nem így hallja. És akkor saját magadat hallod, akkor megijed, mert én nem így láttam, én nem így éltem meg ezt a jelentet. Meg szabad azt kérdezni, vagy művész embereknél ilyet nem illik, hogy és most mi jön? A Bogi következő szerepét már tudjuk, igen. Rólad lehet-e tudni valamit? Hát én még nem vannak tervek, de... Film? Színház? Az is. Az a Radnotiban én vagyok jövőre, és a Bagosi Lacival csináljunk. Új bemutató? Aha. És akkor még van még egy vagy két film, amit meglátunk, hogy az hogy lesz. Nekem van, tehát az utolsó napokon mindig egy mondat zakatol a fejembe. Elmondom. Nem tehetek róla, és nem találom, hogy ezt fogom mondogatni, hanem egyszerűen csak ez zakatol mindig. Az a mondat jár a fejembe, hogy jaj, mama, készen van, nézd, ez a vers is. És ettől annyira meghatódok, hogy ez olyan, egyrészt nagyon szép is a mondat, és én magam is olyan szimpatikus vagyok magamnak, amikor így mondogatom, hogy tényleg könyvbe tud lábadni a szemem ettől, hogy meg hát ez nem csak nagyon nagy dolog filmet forgatni, szóval én örületesen szeretek, és 200 év múlva ez még lesz elméletileg, hogyha most lehet, nem tudom, 1930-as filmeket kiváló minőségben nézni, akkor elmélete 200 év múlva ez még lesz, tehát én az unokáim fogják látni az, ami ebben a pillanatban történt, és az egész apparátus, ami körülöttem, ami mindent, tehát hogy van egy jó pár ember, aki mondjuk egy évet dolgozik azon, hogy az a jó pár, aki beül, annak legyen másfél órája, ami egy picit jobbá teszi a napot. Szerintem ez örületesen nagy munka. És ez nyilván nem a pénz része. Amellett, hogy az emberek, akik ezzel foglalkoznak, ebből élnek. De hát nyilván nem csak ezért csinálják, hanem hogy tényleg rengeteg energia megy el, hogy másfél óráig jobb legyen egy pár embernek. Hogy egy picit jobb legyen a napja attól, hogyha megnézi ezt a filmet. Szerintem egész jól kiviselkedtük a meghatottságot így a végére. Hölgyem, uraim, nagyon szépen köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmet. A sör nem alkohol, a tészta nem étel, az asszonyember, a medve nem játék. Ez a székely mondás olvasható egyebek mellett a Jaj a legyőzötteknek címet viselő másnapos szakácskönyvben, amelyben a szerzők tulajdonképpen az egész világirodalmat egy hatalmas lakomaként fogják föl, ahol töménytelen mennyiségű alkohol elfogyasztása mellett remek művek születnek. Hiszen, hogyha belegondolunk,
akkor tulajdonképpen az egész európai filozófia úgy indul, hogy Szókratész és haverjai egy hatalmas ivós buli után másnaposan elkezdenek merengeni, és tulajdonképpen ez a buli ma is tart, maximum a szereplők változnak. A szerzők pedig 33 írásban ismertetik a hazai és a világ piás művészeinek alkotásait alapos tárgyi tudással, ráadásul 52 darab receptet is ajándékoznak, amellyel sikeresen vagy akár sikertelenül fölvehető a harc a másnapossággal szemben. Ma este itt a könyvjelzőben beszélgető társaim lesznek a kötet szerzői, Cserna Szabó András és Darida Benedek. Andris, hát kivételesen nem másnaposnak látlak, hanem betegnek, de ha jól értesültem a folyosón, ezt is alkohollal kezeled, nyilván nem véletlenül. Igen, igen, lehet, hogy látszik rajtam, hogy egy csúnya vírus megtámadta a gyomromat, és egészen hasonló tünetei vannak, mint a másnaposságnak. Nem akarom ezt részletezni, elég sokat voltam a vécén, és lázas is vagyok, és... Hát konkrétan a hányásról elég sok. Élményed is van, hiszen ugye az új könyveteknek az alcíme másnapos szakácskönyv, de hát azért nyilván nem erről van szó, egész más a műfaja. Hogy is jutott eszetekbe egyáltalán ilyesmihez fogni, és mi is ez a könyv tulajdonképpen? Egészen pontosan nem szakácskönyv, hanem az az alcíme, hogy süssünk, főzzünk másnaposan. Tehát, hogyha valaki belelapoz ebbe a könyvbe, akkor hamar ki fog derülni, hogy ez egy olyan könyv, amiben azért inkább a szöveg dominál, esszék vannak benne, kultúrtörténeti vagy szellemtörténeti esszék, és ahhoz kapcsolódóan olyan receptek, amik vagy elkészíthetőek, vagy nem. Van benne olyan recept, amiben svábbogár is van, van benne olyan, amiben fékolaj van. Kijegyzeteltem párat, kínai lóvesevelő, kocaemlő fehéret köpöknek, ökörnyelvből, tökepörkölt kancavadító módra. Ezek létező receptek? Kipróbáltatok valaha? Honnan jött egyáltalán a receptek ötlete? Hát ez a fehéret köpöknél, ez a kocaemlő, ez egy teljesen létező recept, annyira létező, hogy több mint 2000 éve létezik. Ez egész pontosan egy Apicius nevű római szakásnak a szakácskönyvéből adaptáltuk egy kicsit, tehát teljes mértékben elkészíthető, és... Ugyanúgy, mint a tökepörkölt. A tökepörkölt az pedig nem egy több ezer éves, de egy 100 éve biztos csinálják már az Alföldön. Hát amióta van töke a sertésnek, azóta biztos, hogy csinálják. És ezt kipróbáltátok egyébként? Abszolút, és volt hogy is nem? Egy az életésirodalomnak volt egy vacsorája, ahol egy csomó ételt megcsináltak ebből, nyilván nem a svábbogarasat és nyilván nem a fékolajosat, de például ezt a tökepörköltet abszolút megcsinálták. Hát mi sem ettünk még, én csak akastökét ettem, de ez nagyon hasonló. Én azt hittem, hogy jó nagy töke van a sertésnek, de nem, hogy körülbelül. Akkor azt hiszem, hogy javítottunk is a receptem, mert az volt, hogy kockára vágjuk a disznó tökét, és azt szerintünk, hogy hát ez nem nagyon lehet, tehát nem olyan nagy a... Kicsi kocka világon nincs olyan a főleg. Ez egyébként a másnaposság ellen van? Ez a recept? Igen, ez konkrétan egy olyan részhez van, aminek az a címe, hogy jó kurváknak. Tehát van egy... Erre majd később visszatérünk. Van egy kronológikus menete a könyvnek, tehát elkezdődik az ókornál, és a jövőbe ér véget. És ez a kronológikus szerkezet meg van törve, egy Brillat Savarin nevű gasztronómiában elég alapvető csávónak a találmányával, ez az epizódikus elmélkedés. Tehát, hogy megtörjük az időrendet, és olyan dolgokról, amit ugye kronológiában nem tudunk betenni, azokat betesszük oda közé. És egy ilyen, három ilyen elmélkedés van, és az egyik a nő, a másik a húsleves, és a harmadik pedig a magyar költőknek a másnapossága, és itt abszolút csak a nőket abszolút csak kacsányamerológiai szempontból nézzünk, tehát abszolút nem szexuális szempontból nézzük őket, vagy erkölcsi szempontból, hanem azt vizsgáljuk, hogy hogyan működik a nőknél a másnap. És hogyan működik? Tehát többféleképpen működik, vagy legalábbis erre jöttünk rá, egy nagyon alapos forrásolvasás, meg saját tapasztalatok alapján, hogy más nem mondjak, én jó számolom, négy nővel élek együtt, tehát teljesen otthon vagyok ebbe a témába, és hát arra jöttünk rá, vagy jöttem rá, hogy
hogy a nők azok legalább kétféleképpen másnaposak. Az egyik fajta az úgy, mint a férfiak, tehát normális dolgokat iszik, normális dolgokat eszik, a másik fajta az pedig mentolosat, szívés, édeset iszik, és attól lesz rosszul. És hát nyilvánvaló, hogy ezt két különböző módon kell kezelni. Hogy értettétek ezt a megjegyzést a könyvben, hogy kétféle módon válnak a nők romprihéké, részben így születtek, részben jó kurvákból lettek ilyenné a házasságon keresztül? Hát én ezt úgy értettem, hogy a nők azok kétféleképpen lesznek romlott vihékké, és a egyik módja ennek az, hogy megházasodnak. És miért gondolod ezt így? Na, bocsánat, egy picit hadd segítsek, tehát, hogy ezt egyébként azon a vacsorán, ahol megfőzték ezeket az ételeket, fölolvasta a szacsvai színművész úr, és mi nagyon féltünk, hogy ebből sértődés lesz. Nyilván volt egy csomó idősebb hölgy, stb. És az első mondata a műnek, hogy minden nő kurva, és utána folytatódik az, hogy vannak a... Hogy minden nő kurva alig ha szorul bizonyításra, az okokat kereshetjük, a tényt vitatni csacsiság. Igen, na most itt azért szerintem ebbe még az idősebb hölgyek is érezték a finom iróniát, szóval arról van szó, hogy vannak a rossz kurvák, akik valóban rossz kurvák, és vannak a jó kurvák, akik pedig ugye hanvast idézve a szentség határát súrolják, és hogy arra jöttünk rá, vagy jött ezt alapvetően ezt a részt a Bence írta, hogy egészen más út vezet náluk a berúgáshoz, így aztán egészen más út vezet visszafelé, ezért aztán a legvégén közöljük, hogy mindenki magába, ha végére értenek az írásnak, döntse el, hogy jó kurva vagy rossz kurva, és válassza ki az adott receptet. A rossz kurváknak egy ilyen édes ügyvédné borleves van, és a jó kurváknak van a tökepörkölt, pörkölt kanca vidító módra. És azért hozzáteszem, ez is, mint szerintem az összes könyv a világon, ez is máskönyvek alapján készült. És nekem az egésznek például ennek a kurvás sztorinak az ötlet, az egy hanvas mondat volt, tehát aki azt gondolom, hogy... Meg a Schopenhauer, de azért mondom a hanvas, mert ő gasztró íróként talán közismertebb, mint Schopenhauer. És ezt ő írja a bor filozófiájába valahol, hogy hozzátartozik a nőknek a lényegéhez, és ez abban a szöveg összefüggésben is, meg remélem, hogy ebbe az írásban is ez abszolút nem egy ilyen dehonestáló valami. Ez egy ilyen tényleg. A bőrösségnek a szent kurvaság fogalma. Tehát nyilván ez a cím eléggé megtévesztő, de azért aki elolvassa a könyvet, vagy csak végiglapozza, az elég hamar rájön, hogy itt egy kimondottan gazdag szakirodalomról van szó, és valóban korszakokra bontva, elindulva Plátontól, Szókratésztől, az ókortól, a reneszánszon át egészen ugye a ellenen keresztül a jövőig, a magyar és a világirodalomból példákat hozva egy eléggé komoly háttérmunka van. Tehát gondolom elég sokat kutattatok ez ügyben. Mennyi idő alatt készült ez a könyv? Hogy osztottátok meg a feladatokat? Mennyire jöttek be a személyes tapasztalatok? Célzatosan indultatok el a piás művészek keresésére, vagy egyáltalán? Tehát a munka folyamatra vagyok kíváncsi. Elkezdem, aztán majd folytatod, hogy... Igen, az elejét, ezt úgyis András tudja. Tulajdonképpen annyi a sztori, hogy volt nekem egy előző könyvem, a Levin körút, és abban is már gasztroesszék voltak. És ott meg hasnovellák. És ott olyan témákat próbáltam esszékbe feldolgozni, olyan gasztro témákat, mint például a 10 legjobb dolog, amit magyar ember evés közben csinál, a borkorcsolyák története, stb. És írtam egy rövidebb eszét a másnaposságról is, és egyszer még a Bence is ott volt, a Becher Ivánnal elmentünk vidékre főzni és felolvasni. És színészt is vittünk magunkkal, és a színész még lucskos káposztát főztünk, ráadásul az Alföldön, ahol baromira nem értették, hogy hol a hagyma, meg hol a paprika, fölolvasta ezt a másos eszét a színész, és utána Becher elég rossz indulaton és rossz májúan, mert ilyenkor azért kötelező a két író felolvasok, utána oda szólni, hogy elég szar voltál, vagy valami hasonlót, és azt mondta, hogy hát az a véleményem, hogy ez fölolvasva hosszú, ez a másnapos eszé, viszont írásban meg rövid. És akkor határoztam el, hogy ezt meg fogom csinálni könyvbe, receptekkel, képekkel, stb. És ez egy akkora, ahogy mondtad, ez egy akkora háttérmunka, tehát egy akkora könyvtározás, hogy ezt biztos, hogy nem tudtam volna. Tehát így is két évünkbe került, és úgy osztottuk fel a témákat, hogy a Bence az ilyen görög-latinos,
nyilván annyira jó barátok vagyunk, hogy tudtuk, hogy kinek mi a kedvence, ki az a szerző, akit inkább átpasszolok, mert neki nem olyan nagy meló, és úgy kezdtük el, de amikor kitaláltuk, akkor még baromi gázba voltunk. Tehát azt mondja, az első fél év az... Hát majdnem egy év a szerencsétlenkedés volt igazából, hogy ennek az egésznek formát találni. Ugye rengeteg módszer, recept található a könyvben a másnaposság ellen, de ugyanakkor azt is mondjátok, az a bizonyos másnaposság azért, hogy kerek legyen a világ, és hogy valószínűleg ez az oka annak, hogy az emberiség sok ezer éve mégsem találja a tuti receptet ellene. Igen, ugye... meg szerintem itt Közép-Európában van egy ilyen speciális oka, hogyha végig olvastál a könyvet, ez nem a győztesek története. És én azt gondolom, hogy valahogy erre is vagyunk egy kicsit szocializálva, ezért kell nekünk a másnaposság, hogy valamin legyen jajongani. Igen, tehát itt alapvetően van egy nagy szenvedés kultúra, amiben abszolút beleilleszkedik a másnaposság. Tehát nem véletlen, hogy baromi könnyű mondjuk Rabától, Hasektól, tehát Jerofejevtől, Hajnócitól olyan részeket találni, ahol brutális másnapok vannak. De ha belegondolsz, ez a bizonyos vesztesek klub, ez a jajjal legyőzötteknek, ez egy globálisabb dolog, tehát hogy az egész emberi létre, vagy művész létre, tehát ez, aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, tehát van ez a spleenes hangulat a művészetben, hogy miért van az, hogy szenvedni kell ahhoz, hogy a nagy műveket megírja az ember, tehát hogy Szibéria kell ahhoz, hogy utána bűn és bűnhődéseket írjon Dosztojevszkij, stb. Rengeteg példa van. Tehát pont ez nagyon van a kevés könyvből. a boldog művész, és ez a másnaposság tulajdonképpen egy tudatosan szerzett szenvedés. Tehát amikor megiszod este azt, amit megiszol, akkor tökéletesen tudod egy idő után, hogy mi fog történni. Tehát a második, először lehet véletlenül másnaposnak lenni, másodjára már nem lehet véletlenül másnaposnak lenni. Tehát ez egy, itt ugye van is egy nagy törvény, amit a Baudelaire állított föl, ez a mámornak az első számú törvénye, hogy épp annyi lesz a másnapi kín, amennyi az aznapi öröm volt. De ez tulajdonképpen már benne van Platónnál is. Köszönöm, hogy velem tartottak ma este is itt az Alexandra pódiumon. Várni fogom önöket jövő héten is, amikor Salvador Dali titkos életéről fogunk beszélgetni. Szép álmokat kívánok! A következő műsorszám megtekintése 10.